Na szevasztok srácok, én Dream vagyok, és hát nagyon régóta nem volt Wheelspin-es videó, úgyhogy felgyűlöm lett egy jó pár, amit ki kéne pörgetni. De még mielőtt elkezdenénk, basszus, meg lett az 50k. It's on! Na szóval nagyon szépen köszönöm nektek. Hát a csatorna, mióta elkezdtem a Forzával komolyabban foglalkozni, meg így ráépíteni, azóta tényleg nagyon komolyan megy a csatorna felfele, aztán remélem, hogy ezt a tendenciát így megtartjuk. Úgyhogy ja, köszi szépen srácok, tényleg mindenkinek, aki támogat ezzel, hogy feliratkozik. Na de visszatérve, 260 valamennyi wheelspin-em van. 268 azt hiszem, valami nagyon nagy érték. És még mellé több mint 10 darab szuper wheelspin-em is van. Mivel most fogjuk kezdeni srácok, itt is vagyunk a Forzába. Kezdjük a szuper wheelspin-ekkel, amiből 13 darabunk van. Hát nézzük meg, mit kapunk belőle. Szóval ez egy elég hosszú videó lesz, az biztos. És hát ez eddig nem valami komoly dolog. Szóval ez biztos, hogy egy nagyon hosszú videó lesz. De megpróbálom egyébként kivágni. Sőt, nem megpróbálom, hanem ki is fogom vágni. Az igen, kapunk egy nagy semmit, X5M-et. Szóval ki is fogom vágni azokat a részeket, amik ilyen nagyon unalmasak, és hát szarcsenyítok úgymond ott. Hoppá, egy 250 ezres. És kaptunk egy Ferrari F12 TDF-et, ami egy 600 ezres kocsi. Hú, hát figyeljetek, ennyi wheelspinből valami nagyon-nagyon komolyat. Úristen, ott van 500 ezer, és ú, az a Ford Fiesta nagyon kellett volna. Kaptunk 500 000 basszus. De ilyet még sose kaptam amúgy wheelspinből, szuper wheelspinből. Az ugye elég sok pénz. És basszus, az előbb mondtam, hogy kell a Ford Fiesta, most meg itt is van. Imádom a rally kocsikat, és nagyon kellett. Nem tudom, most megint az, hogy hallja, hogy mit mondok, basszus. Hát akkor mit tudom én, adjál nekem valami... Suprát. Ja, hogy az nincs bent a játékba. Microsoft. És... Backmono. A Backmono az egy atomkocsi amúgy. Nekem a Forza Horizon 3-ban egy annyira egy állatautom volt S1-be a Backmono, hogy az... meg a Caterham, hogy az... Bárja nem volt, na mindegy. És majdnem kaptunk Forza Edition-es kocsikat, de mégsem. Szerintem ez a videó simán el fog menni 20 perc fölé. Lotus X Siege S. Azok tetszenek, azok a kocsik. Amúgy nagyon könnyűek. Aztán, hogy mit lehet velük kezdeni, az majd kiderül. 300 ezer. És a fehér gumicsizma. Basszus, mióta vágytam erre. Subaru. Hát Subaru már van. Bentley Continental, jó, köszönöm. Na, még van két pörgetésünk, és hopp, egy 400 ezerest átugrott, és kaptunk egy Lancia Delta S4-et, ami megint egy nagyon jó rally autó. Na, nézzük, még van egy-két darab, vagyis hát most már csak egy darabunk van. Az anyádnak az úr istenit, nézd meg, ott van... jó, oké, van abból a Lambomból, meg a Vulcánból is van, ami ott van mellette, de basszus, azért jó lett volna megkapni még egyszer. Bírom, hogy két Forza Edition-es kocsi áll meg fölötte pont, ez... Triggerrel leüdöm. Jaj, azt a Mercit kérlek! Ott van egy McLaren F1, az anyádat már. Na majd a sima pörgetésükből, amiből van 267, a agya úristen. 5000. Akarodj meg. Porsche 911 Turbo S. Na, az jó kocsi. Bár most már nekem elég komoly autóim vannak, ugye nem nagyon tudok vele mit kezdeni, de amúgy jó kocsi. Talán ilyen S1-be elég jó versenygépnek meg lehet csinálni azt a Porsche-t. Akik most kezdik a játékot, azoknak például, hogyha kipörgetnek egy ilyen Porsche-t, az... Mondjuk az elején megkapod a Huracánt, ami elég jó kocsi, azt azért lehet tuningolni rendesen. S2 végéig azt hiszem 980 valameddig. X-re nem hiszem, bár lehet X-re is fel lehet húzni, nem tudom. De én azt tudom, nekem S2-re volt húzva, és ott is, hát elég jó kocsi a Huracán, nem az a legjobb, hát nyilván megkapod a játék elején, szóval biztos nem fogják odaadni buff egyből a izét, a legjobb kocsit a játékba. Imádom a koronákat amúgy. Azaz! Azaz! Még van egy kék korona, az is kell, basszus. Szeretem a koronákat, nekem kell az összes korona. Sárga garba. Anya. Szóval ja, hogyha valaki kipörget így az elején, azok úgymond sokkal jobban örülnek az ilyen komolyabb autóknak, mint például a 911-es turbó is, mert abból már lehet azért csinálni. Egyébként is a Porsche-k azok annyira rohadt jó pályára. Nekem S1-ben van egy Porsche Cayenne Turbo, azt hiszem az a neve. Nincs ellenfele. Annyira rohadt jól megy, van rajta body kit is, kész. Én azt S1-be, hogyha aszfalton versenyzünk, mindig azt használom. Az S1-be egy atom. Nagyon-nagyon szeretem a Porsche-kat. És a 250 ezer, hát nem elmegy. Farmer cseki. Meg fehér bőrkesztyű. Most így felhúznám és... Bocs. Hát figyeljetek, hogyha ennyiből nem fog kipörgetni,
egy aranyszínű valami nagyon állatkocsi, akkor én nem tudom, mi lesz, esküszöm. De miért ennyire rohadt sok ruhát ad, basszus? Hát még nem? Jó, mindegy. 5000 kb. És 108, nem. Persze, hogy ruhán. Jó, eddig szinte csak. Hoppá, kaptunk egy Civic Typer 2004-es. Várjatok, mert ebben ez nem olyan ritka. De viszont van belőle egy fajta, azt hiszem, amelyik ritkaság. Na mindegy, nem tudom. Végre legalább kocsit kapunk. Jó, mondjuk a Porsche-t is megkaptuk, persze, de kapok 10 ruhaneműt, és jön rá egy Ferrari California T. Jaj, de gyönyörű ez a Ferrari. Egyre több Ferrari-m lesz. Régen nagyon-nagyon kevés volt, de mi... Ez meg mi a jó Isten ez a kocsi? Hogy néz ez ki, ember? A Lotus 340 R200. Vagy mi az 2000? Ilyen open wheel autók. Érdekes. Na, általában az ilyenek amúgy jókat szoktak menni. Mármint rohadt jó irányításuk van, mert nagyon könnyűek azon. Hú, ez a régi Porsche, de gyönyörű szép basszus, és ez még egy 911 Carrera RS, egy 73-as Porsche-t kaptunk, basz. Itt mondom, hogy mennyire szeretem a Porsche-t, mindig meghallgat ez a játék. Köszönöm, ez a játék, ez meghallgat engem. Ezzel biztos majd kezdek valamit, mert ezek a régi Porsche-k, az újakat is szeretem, de a régiek is, na mindegy. Tudjátok, mi kéne nekem még? Igazából most hirtelen nem is tudom, hogy milyen autóra lenne szükségem, hát nem egy Renault-ra, de valami komoly autót adhatna. Jó, egy kis 370Z, olyan szépen meg lehet őket tuningolni, nekem van is egy darab belőle. Hát eddig kaptunk két komolyabb kocsit, mind a kettő Porsche volt, jöhetne egy harmadik is. Ó! Oh! A Salines 7 elmegy, nézd meg. Pedig mekkora állatkocsi az. Az is inkább ilyen gyűjtői darab mondjuk, mert... Hát mondjuk lehet belőle jó kocsit csinálni, de így X-re gondolom fel lehet húzni, és ott X-be már annyira... Tényleg csak olyan top-end, nagyon kemény kocsik vannak, amik ellen meg nem sok esélye lenne. 200 000 kredit, mindjárt meg lesz a 35 millió. Te Jézus Isten, kéne már vegyek valami drága kocsit, mert így... Így csak gyűjtöm a pénzt, mint az állat, de nem veszek belőle semmit. Tényleg írjátok már meg kommentbe, hogy milyen autót próbálja ki. De olyat, ami egy picit úgy különleges, meg úgy van benne tényleg valami különleges dolog, ami miatt így tudnék videót csinálni belőle. Szóval ja, egyébként tényleg várom az ötleteket, hogy milyen autóból legyen videó. Mint tudjátok, azért szoktam így autókat bemutatni így a Forzán belül. Integra Typer. Na, ez viszont egy ilyen B kategória, A kategóriába tök jó kocsi. Nekem van is, és szoktam vele versenyezni. Ez nem is csúnya ez a sapka. Ahhoz képest, hogy utálom, hogy öltözéket kapok mindig, de hát én úgyis koronát fogok ordani, mert ez olyan flagma basszus, hogy nem igaz. És... Clio RS. Ezek még tetszenek? Ezek a Clio RS-ek. De mi ez a karóra? Szerintem ez most jött be basszus. Mondjuk atom. Amúgy már ideje volna levennem a Mikulás ruhámat, már... Egy jó ideje rajtam van, aztán nem túl releváns, így most ideje volna leszedni. Honda S2000 CR. Az a baj, hogy ez egy elég elég populáris kocsi, de a sima S2000, amelyik nem CR, ami nem tudom mit jelent az, hogy CR egyébként, de tudom, hogy a sima S2000 az drágán megy basszus, mint az állat. Ez a CR, ez nem. És kaptam egy okos óvrát, azt a kutyafáját. Úgy, mennyi aranycuc megy el, nézd meg. És... Hát igen, a sok arany közt, ott a gumicsizma. Ki az Isten versenyez egy autóba egy gumicsizmába? Mi? Hold up. De imádom ezt. Yes! Julia Quadrifoglio. Nem tudom kimondani a nevét, a francia meg muszáj erről sem mindig az örömömet. A mindegy, ezeknek a Juliáknak olyan turbo hangjuk van, mint az állat, érted? Mikor elindul 4000-től ez a... ordít, mint a gép, érted? Ez, fú, de imádom ezt a kocsit. Megvolt, de nem volt meg Forza Editionbe, csak sima Editionbe, és itt Forza Editionbe máshogy lehet tuningolni, lehet bele valami nagyobb váltót is rakni, 8 sebességest a simában, csak 6-ot, mit tudom én, szóval lehet vele kezdeni elég sok mindent. Annyira sokat nem ér, olyan 300 és 600 ezer közt megy, de ami nem annyira nagyon drága, de megvan. És ez a lényeg, basszus, hogy megvan. Vannak sokkal-sokkal drágább Forza Edition-ös kocsik is, de ez is nagyon jó eset. Ne! Az! Bocs, fiú. Kettő egymás után, jó, ez nem Forza Edition-ös, de ez megint egy nagyon-nagyon komoly kocsi. Egy Maserati MC
2004. Nagyon-nagyon régen, amikor gyerek voltam, ugyebár 2004-es kocsi, tudjátok, hogy ilyen, mikor gyerekek vagytok, akkor mindig tetszik nektek egy ilyen egy darab autó, amire így nagyon felnéztek, meg így próbáltok megtudni róla minél többet. Na, ez egy olyan kocsi volt. Még a Test Drive Unlimited egybe benne volt, basszus, és annyira imádtam vezetni, hogy nem igaz. Ez igazán gyűjtői darab. Nem tudom, hogy mennyit ér, írjátok le majd kommentbe, mert nem néztem még meg a játékba tényleg, hogy milyen árba megy, de szerintem nem lesz olyan túl olcsó dolog. Aztán lehet, hogy kiderül, BMW 2x2 turbo, lehet, hogy kiderül valami tiszta olcsó szar. Na mindegy, de lényeg, hogy megvan ez is. Az érdekes, hogy két darab elég komoly kocsit bead egymás után, amikor beüt a szerencse. És Fiesta. Chrysler, amerikai kocsi. 175 ezer. Let's go, boy. Hát meg lesz a 35 millió. Még van 200 plusz pörgetésünk. Még tényleg csak 50-et pörgetünk el. És úristen, mi ez a diszkó sapka? Vagy mi a diszkó göm sapka volt, basszus? Aj, ma meg a Skyline-on az anyádat, minek? És Mazda RX-7-es. Ez egy nagyon jó drift kocsi. A Hunigen verzió, ugyebár nekem már van egy belőle ebből is. Hát a driftre rohadt jó, igazából, de hát arra is készült. És alá, most már 200 alá mentünk. Polaris, nem szeretem kocsi. Mindig borulok vele össze-vissza, amikor ilyen terepversenyekre kell vele menjek. Másik drift kocsi, hát Silvia. Mármint nem feltétlen drift kocsi, de hát arra érdemes megépíteni az ilyen autókat. 130 ezer. Az igen, és meg is van a 35 milliónk. Hát lehet még ebből még egy ilyen 36-7-8 millió is akár. Hát 40, nem hiszem. Főleg, hogyha ilyen kis 10 ezereket ad. Úristen, mennyi, de mi a szar, mennyi arany megy itt már el? És kapok is egy aranyat. Ezt a táncot ismerem, basszus! Ez annyira cringe volt, hogy nem igaz. Megint 5000 kredik. Azt a... Fú, te! Subaru BLC. Ezeket szépen lehet tuningolni. Ezek is olyan kocsik, amiket tudjátok, ezek a tipikus GDM autók, amiket olyan földig lehet ütni, közben kaptunk 180 ezeret, földig beverett komolyan, aztán olyan rohadt szépen néznek ki, de amúgy annyira nagyon jól nem mennek, csak olyan nagyon jól néznek ki. És megint 5000, mint az előbb, meg háromszor kaptam. 10000. Jó van már most, tényleg most ezzel húzod az időt. Megint 5000, mi az Isten? Mi játa? MX-5? Annyira kis aranyos kocsi. De megint egy olyan autó, amit a földig kell ütni, aztán hadd menjen. 170 ezer. Jó van, de... Na, köszi. Na, köszi, mit mondja? Fókuszeres. Na, ezt az elején lehetett választani amúgy, de én nem ezt választottam, mondjam, az Audi TTS-t. Golf R 2014. Hauda, van egy Golf, nem biztos, hogy ez, de van egy Golf, ami nagyon-nagyon ritka kocsi és nagyon sokat ér. Azt hiszem, hogy a 2012-es Golf-er lesz az, nem a 2014-es. De hogyha ez az, hát akkor van megint egy olyan autó, ami ugye a Forzában egy gyűjtői szempontból hát elég értékes. Ja. Megint egy Volkswagen. Hagyjál már valami Ferrari-t, vagy mit tudom én, valami... Most ott megy el egy Ferrari, beszarok. Nem, helyett a 10 000-et. SRT Viper GT-je. Nadik. Hát nem valami kemény kocsi, de ez is ilyen S1-re elég jól építhető. Vagy inkább drift kocsinak, nem tudom annyira. Mi az Isten ez a... Hogy néz ki ez a nadrág? Szeretem, mikor olyan férfias cuccokat kapunk. Mint például stress nadrágot, és erre ad 2000-re. Takarodj már innen. Van elég pénz, lesó? Nekem autók kellene. Komolyan, autók, érted? Autók, nem 5000, ma megint 5000. Mi ez az... Deluxe Coupé, és ad egy 1940-es Fordot, ezt a Fordot már annyiszor megkaptam amúgy, hogy nem igaz. Olyan jó, hogy egy autós játékban olyan 10% esélye van komolyan, hogy autót kapjak, és abból is olyan 0,1% esélye van, hogy valami értelmes autót kapjak. Még jó, hogy egy autós játék. Na, motoros kesztyű. Nézd meg, arany cuccot ad, de nem kocsit, motoros kesztyű. Rohadt jó vagy, tesó, rohadt jó vagy. Na majd most akkor fogadni nekem, látjátok? 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 Na, mit kapunk vajon? Megint egy... Nomad Ariel. Ez még egy olyan jobb fajta terepkocsi, mert tudjátok, ez nem olyan keskeny, mint az állat, és nem borul fel annyira könnyen. Na, hát ez annyira nem is olyan rossz. Mustang Coupé, 65-ös kis Mustang. Kis gyűjtői darab ez is. Bele kell rakni a legkomolyabb, legerősebb Superchargeres V8-at, aztán hadd szóljon. És csak kizárok hátsó meghajtással, szét kell égetni róla a gumit, de drag gumit rárakni, és abból is nagyon nagyot. Én valahogy így tudom elképzelni a Mustangot.
vagy csak ilyen simán kis krúzós, ilyen brr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 
beszélgetés, de olyan nagyon-nagyon komoly kocsikat nem kaptunk. De kaptunk, mert az a Maserati is, meg az Alfa Romeo is elég jó volt, de úgy annyira nagyon komoly, nem tudom mennyit él a Maserati, vagy a Golfe. Miközben itt beszélek, érted, csak látjátok, de általában mindig ez van, tehát kapom a szart, most is kapok egy Civic Type-et, 2007-est, de tényleg nagyon sok fos cucc jön, nézd meg, egyszerűen nem jön, tehát van, hogy ilyen 10 egymás után ilyen tényleg semmit nem érő fos jön, hát nem is 10, akkor 20 inkább, hogy pontosítsak, tessék, és jön a bőrcsek, de mik ezek, baszt, nagyon-nagyon levették a dropját, úgymond, nézd meg, megint egy fos kapok a jó cuccoknak, a jó kocsiknak, vagy így akárminek, mondjuk lehet azért van, mert amúgy nagyon könnyű szerezni, rengeteg, nézd meg, megint nem kapok semmi értelmeset, tehát rengeteg sok wheelspint lehet szerezni, látod, és még most se kaptam, pedig már mióta beszélek, szóval rengeteg sok wheelspint lehet szerezni viszonylag könnyen, és így miután már, játszol az autóval, vagy a játékkal elég sokat, így igazából van egy csomó wheelspinet, de szar csak az belőlük, megint nem. Ez már mindjárt a 20. figyelt meg, de még mindig nem jött semmi. Szóval ezért van az, hogy rengeteg... és ott van egy Cayenne Turbo. Szóval ja, nagyon sok wheelspined van, lehet azért pont nem ad semmi értelmeset. Még most se kaptam semmi értelmes. Már lement 20 wheelspin. Nézd meg, és erre kapunk egy ilyen... Jaj, szuper csapat. Hát de mindegy, mert hogyha, lehet, hogy most mivel nem ad sokáig semmi értelmeset, még most se adott. Ezért lehet egyszer csak utána fogja cseszni nekünk azt az állatkocsit, amire egy titokba vágyok, és nem is tudom még, hogy mi az, de érzem, hogy vágyok rá. Érzem, öcsém. Még mindig, basszus, most már vagy 25 pörgetés óta nem jött semmi, vagy még több. Hát igazából jó, mondjuk 100 000 fölötti pénzek azért jönnek, és megvan a 36 millió, ami, hát az is jó, végül is, de valami komoly kocsit, na. Egyszer úgy is be fogja adni. Mustang Mach 1-es, ilyen 71-es Mustang, mi a fos? Hú, ez az 5000-es, öcsém. Ez ha ma nem adott már vagy 10-szer 5000-est, akkor egyszer se. 190 000. Ó, haver, valami jó kocsit adjál. 160 000. Valami aranyszínű kocsit. Én csak a feeling miatt legyen valami aranyszínű kocsi. 944 Turbo. Porsche, azok jók a Porsche-ik. Hopp, ott volt egy Fair Lady Z, és kapunk 180 000-et. Mondjuk a legtöbb, nem is a legtöbb, azért van jó pár arany autó, ami, hogy is mondjam, tehát nem ér, mit tudom én, 200 000-et se, szóval hiába vágyok arra, hogy aranykocsit kapjak, lehet, hogy egy fost fogok kapni igazából. De egyébként videón kívül Falcon GTF, nem tudom milyen, szóval videón kívül egyszer véletlenül elpörgettem egyet, pont nyomtam egy entert, mikor vége lett a mesnek, és basszus, kaptam belőle egy ilyen Auto Union nagyon-nagyon régi versenyautót, ami 10 millióba megy. Érted, egyet pörgetek el véletlenül, basszus, nem beadja egyből az olyan autót, ami ilyen beszarásos, rohadt sokat ér. Meyers Man X. Tudjátok mi nagyon komolyabb a kocsiba? Hátul van a motorja. Olyan szinten két kerékre lehet állítani, hogy az komolyan felszáll a holdig. M5 2003-as BMW. Na, ilyen L39-en már van mondjuk. Az se valami drága cucit a játékba. Meg a fehér nadrág sem. Hát komolyan lement mindjárt 150 pörgetésünk, sőt, már azt hiszem le is ment. Úristen, de már vagy 50 pörgetés óta semmi érdekes. Hát fiúk, nem adja, nézzétek meg, nem ad semmi jó. Ott az elején még dobálta, azóta semmi, ne, 15 000. Közben mindjárt megvan a 37 millió, ha nem ment volna át a bujikra. Hopp! Erről beszéltem basszus az előbb, hogy tudtam, hogy fog kapni valami aranykocsit, de az meg egy szar lesz. Érted, mikor még látom, jön az aranykocsi, és erre kapok egy jó. Ne! Esküszöm, csúságol velem ez a játék, nézzük, ad egy három kerekű autót. Ez minden Mr. Bean részbe felborul. Na, de a végére kegyelmez már meg nekem, 190 000, meg lesz 37 millió, sőt még több is, még van 100 pörgetés. Kegyelmez, tesó, kegyelmez, érted? De ne öltözéket, meg fog kegyelmezni, még ma valami nagyon komolyat fogunk pörgetni. Jaguar F-Type Project 7. Nem is tudom mi ez a kocsi, de elég jól néz ki. Szóval, hogy mennyire jó, azt nem tudom. De még ma tényleg valami komolyat fog adni, érzem. Ha megint egy ilyen régi Ford. Nem tudom, van valaki, aki olyan régi Fordokkal versenyez? Esprit V8 Lotus.
Ez olyan, mint a Toyota MR2, sőt, ha jól tudom, akkor annak az alapjára épült az a Lotus, megint 170 ezer. Meg is van a 37 milliónk. Na. Na! Ott vagy a 911 Turbo! És megint ott egy pont... De me... Mennyi pont... Az egy GT2 RS? Mennyi... Nem. Nem tudom milyen, de mennyi Porsche van már ilyen aranyban? Ma nagyon akar, ma ad is Porsche-kat, meg azért úgy meg is mutogatja, de amik tényleg jó lennének, azokat csak megmutatja. Amik meg úgy középszerű, meg középtől egy picit jobbak, azokat meg ideadja. Na, nem, még a Lamborghini Urus se kapom meg. Egyébként se szeretem az SUV-kat, de hát hogyha már aranykocsit kapok, persze, hogy SUV-t kapnék. Nem tudom, nektek szokott egyébként beadni ilyen jó kocsikat, hogyha így többet pörgettek egymás után, mert így nekem annyira, hát mondjuk nem, nagyon-nagyon ritkán tényleg, de úgy van, akitől azt hallom basszus, hogy olyanokat pörgetnek ki, hogy beszarás, esküszöm, ilyen 15 pörgetésből. Én meg itt szarakodok 260-nal nézek, aztán lószar, és kapok 150 ezeret, nem akar adni. Nem tudom, lehet tudja a játék, hogy már nagy szintű vagyok, van egy csomó autóm, és akkor nem ad, vagy nem tudom, lehet az elején jobban ad. Egyébként simán meg lehet, hogy ez így meg van riggelve, hogy az elején jobbat adjon, utána meg egyre szarabb legyen. De ami legjobban dühít, hogy ezek ilyen végtelen mennyiségű ruha van a játékban. Tehát hiába kipörgeted az összes basszus, mindig tessék, most is kapod a köcsög ruhákat. Na nézzük. Na. Kaptunk 250 ezeret. Azaz! Egy arany autót kérek, ami egy fasza sportkocsi. Oké? Egy arany fasza sportkocsi. Köszönöm, mit tudom én? Egy drága Lambot, egy drága Ferrarit, valamit jó. Köszönöm, ennyit szeretnék kérni. Arany, drága sportkocsi. Te legalább a Cosworth Sierra-t, az anyja úristenit. Ezt legalább szeretem, basszus. Jó kis rally gépezet az is. És ott megy el, és ott... De érted, már kétszer ment egyel alá az a kicseszett Porsche? Megint 5000. Esküszöm, olyan triggerelt leszek, hogyha meglátom ezt az 5000-est, hogy nem igaz. 60-90, már csak hátra. Bocs. Vassz! Oldtimer kocsikat úgy imádom, ezeket a 90-es éveki, 80-90-es éveki ilyen, tehát utcai autóból átalakított versenyautókat, na azokat nagyon csípem is. Megint itt az 5000! Nem tudom mennyi 5000-est kapok, de most már basszus sok lesz belőle. Na nézzük az anyja úristenit, hogy még most se adott egy izét. Egy arany sportkocsit kértem, basszus már mióta? Meg kell vudúzni a játékot. Kapok egy halottas szállítót, de legalább ez egy akkora sleeper basszus, hogy nem igaz, ezt úgy szét lehet tuningolni a kis sor 5-ös turbo, valami benne van. Pörös motoros bakkancs, de ez jó, hogy arany, de nem sportkocsi! Teljes mértékben nyugodtan kell maradni, meg kell őrizni a belső harmóniát, és csak arra kell gondolni, hogy nyugi, mert egyszer úgy is behagyja, és erre kapunk egy Ferrari-t. Srácok, ez akkora vicc. Most átváltunk nyugodt verzióba. Köszönjük szépen a 430-as Scuderia Ferrari-t, egy 2007-es igazi, hogy is mondjam, ez a Ferrari, az a tipikus Ferrari, amiből nagyon sok van, és még úgy, ahogy lehet látni őket az utcán, és nagyon szépen köszönjük a 75 ezeret is. Nem bolondulok meg tényleg a videó végére, hogy igazából szart se kapok, de nem gond, meg kell őrizni a belső nyugalmat, és akkor fog adni valami nagyon komoly dudát. És nézzük a következő. Én annyira szeretem az SUV-ket. Köszönjük szépen ezt is, a Volkswagen SUV-t, a kis Touareg-et. Annyira tök jó. Kis kéter. Nézzük a következő darab. Az F50 úristen itt, hát most sajnos nem kaptuk meg, de legalább kaptunk, hogy 5000-est, amit már... Nem triggerelődök az 5000-estől. Az csak egy dolog, hogy legalább 20-szor kaptam meg eddig az 5000-est, ami igazából szarcsér, csak húzza az időmet. Nem mondok semmit, szóval semmi gond, nyugodtnak kell maradni. Úgyis be fogja adni az arany sportkocsinkat. Aranyt ad, mint látjátok, kaptunk az Dudát is, meg így ezt azt, most 200 ezeret ad, hát köszönöm szépen, basszus, amúgy lehet meg lesz a 40 millió. Hát hogyha még sok ilyen nagyobb pénzeket ad, akkor talán meg lesz.
Na, hogyha edzőnadrágot ad, akkor nem. A 39 az szerint az biztos, hogy meg lesz. És szuba... Nem, nem 130 ezer. Hát így biztos meg lesz a 39, most már nagyon úgy néz ki. Az onda! Az onda, hogy elment az onda. Pedig az is, tényleg Pagani még egy sincs. Basszus, ez eddig nem is jutott eszembe, hogy nekem... Yes! Ott van a Pagani! Ahogy kimondom, hogy Pagani meccs is. Tudom, hogy hallott, hogy mit mondok. Köszönöm szépen. Megérte nyugodtak lenni. Icon! Ott a Pagani Zonda R. Nem tudom, mennyit ér ez a kocsi. Fogalmam nincs, de ennyi nyafogás után megadta az arany sportkocsit, amit én kértem. És méghozzá egy Zonda R. Ami egy jó kocsi. Annyira sokat nem látom versenyezni. Az lehet azért, mert ritkaság. Yes! Most már nyugodt vagyok. Leszarom, hogy mit írsz most már abból a 38 pörgetésből. Van egy Zonda R-em, tesó. Most már nyugodt vagyok. Azt hittem, esküszöm, hogy ebből a rohadt sok izében nem fog adni semmi jó, de... Csak adott. Megkímélt nekem. Most így, hogy megvan az 50k-szó. Ez kicsit szivatott. Na jó, nem kicsit szivatott. Ott ment el megint egy Ferrari. Inkább mondom úgy, hogy sokat szivatott, de azért csak megadta. Csak beadott valami értelmes autót így a vége felé. Még most, hogyha szerencsém van, akkor még talán ebből a 34 pörgetésből még, mondom talán, hogyha nem ilyen pólót kapok, akkor még talán meg is lesz a 40 millió, ami hát elég jó cucc. Szóval meg kéne vegyem az összes házat a játékba. Hát nem biztos, hogy meg lesz. Amúgy, az a 40 milka. Nem. Nem mert még egyszer az 5000-est adni, meg kiütöm a fogad. Na, 170 ezer, de ne menj már rá. Legalább akkor meg lett volna 40 millió, aminek oké, már úgyis ott vagyok, most az a pár százezer sokat nem számít. Nézd, fullba öltözékek mindenhol. Szóval azán annyit nem számít, csak úgy legyen szép, tudjátok, úgy 40 is. Na. Nem szólalok meg. Nem, csak megnyomom az entert, és nem látom semmit. 70 ezer kredit. Na. Még egy fél millió kb. És megvan a 40. Fókuszeres, és fölötte ott van egy Nissan, az a nagyon-nagyon régi Nissan, a 69-es, ami hát inkább azt választottam volna fókuszeres helyet. Na nézzük, mit kapunk. Ó, milyen Ferrari ment el ott. Chevrolet, megint ilyen régi kocsik. 125 ezer. Na már csak 400 ezer kellene, hogy meglegyen a 40 millió. Én esküszöm, nem tudom hova tenni ezt, basz. 60 ezer, jó. Na, legyen meg a 40 millió, legyen meg a 40 millió. Gyerünk. Lamborghini Countach! Ez a Countach, ez régen, a hármas baranykocsi volt itt, meg... Hát lehet, hogy van Forza Edition-be. Nem tudom. De Countachom nem... Peugeot 205 T16. Van egy ilyen Peugeot, amikben van egy V16-os motor. Ilyen rohadt kicsi és V16-os motor. Lehet, hogy ez az. Hát nem vagyok benne biztos, de van egy, vagy Citroen van. Nem tudom, de van egy ilyen hasonló rally autó V16-os motorral. Azt hiszem 2 literes, vagy 1.6-os, nem, 2 literes, szóval ilyen kicsi dugattyúk lehetnek benne, vagy nem tudom. Basszus, vagy 20 ezeret pörög és 430 lóerős turbó nélkül. Tehát szívó motorban, 430 lóerős, úgyhogy 2 literes. Nagyon kemény. De azt hiszem ez nem az volt. Nem mindegy, mert ez is egy aranykocsi. De lehet, hogy az, nem tudom, mert gondoltam a nevéről, hogy T16. Jó tetted, hogy az 5000-esen túlmentél. És, na még egy ilyen, és meg is van a 40 millió. Szóval amúgy az nagyon komoly rally autó, olyan fura hangja van, hogy beszarás. Hú, hát necces, hogy meglegyen a 40, Misi. Na, ez a 90 ezer, ez most jó tett. Már csak 14 ezer kellene, és meg is van a 40, Misi. Na hát annyi már csak bejön. És megvan a 40 millió. Köszönöm. Fú, de rohadt jól néz ki. Nem hittem volna, hogy meg lesz a 40 millió, mondjuk rengeteg sok pénzt kaptunk. És megint 170 ezer, mi a 170 ezer. Szóval rengeteg sok pénz jött így a, mi az ezekben a wheelspinekben. A autó az, hát az úgy, ahogy. A ruha az persze, az volt a legtöbb, mint mindig. De talán NSX-er. Aha, ez is valami komoly autó. Van ebből valami NSX, lehet, hogy ez az a ritka kocsi. De van ebből az NSX-ből...
anyádat. Szóval van abból az NSX-ből valamelyik verzió, nem tudom, amelyik ritkaság nagyon. De nem ez az NSX-er volt az, hanem azt hiszem, hogy 2005-ös, egy újabb modellből van. És egy M5-ös, nem, Chevrolet Nova, egy nagyon régi. Hát gondoltam, megkapjuk ezt az M5-ös, már csak két pörgetés van a 260-ból, nagyon komoly. 40 ezer. Fú. Hát, talán 40 és fél, nem megyünk most már fel 40 és fél millióra, mindegy, ennyi is elég. Aztán kapok egy öltözéket, és az utolsó pörgetés, srácok, nem más, mint egy Clioveres. Na hát köszönöm szépen, fiúk, azt a kutyafáját, hogy miket kaptunk itt. 390 autón van már, azért ez beszarás, és egy órás a felvétel, amit most itt felvettem, hát lesz mit vágni. Egyébként ezt az Auto Union Type D-t mondtam nektek, amit videón kívül egyszer megnyomtam a felvételt, vagy mi az a wheelspint, és basszus, pont ezt kaptam. Itt a mi kis 200 ezerbe kerülő, jó, ezt hagyjuk is. Akkor itt az F12-ünk, ami, egy fél milliós kocsindom, elég jó, biztos lehet rajta tuningolni. Érdekes Ferrari, hogy ilyen kék színű, amúgy, érdekes. Amit látjátok, van már elég sok Ferrarim, azért, hát na, gyűjtögetem őket, itt a Scuderia is, ami hát 300 ezerbe kerül. Itt a mi kis rally gépünk, a kis Fordunk, ami 900 Nm van benne, az érdekes mondjuk, és összkerekes, nyilván, hát rally kocsi. Kaptuk meg ezt az RS-t is, bár ez nem olyan komoly járgány. Ja igen, hát ezt mondtam nektek, hogy ezekből a régi Fordokból már annyi van, mint az állat, hát igen. Itt az NSX-er, meg ez a Civic Type-er, ez azt hiszem régi, vagy ritkaság. És itt a Maserati 1 millióba kerül. Na, az úgy elég jó, fiú. Hát, na, nézzétek meg a specifikációit, biztos fasz a hangja lehet, meg minden, lehet majd videóban egyébként kipróbáljuk. Itt a ennek annyira örülök, ennek a Mercinek. Ez annyira rohadt jól néz ki. Ez a kis 190-es E-Merci. Itt a Zonda erünk 1,7 milliós kocsi. Basszus ez az. Hát akkor ez végül is egy jó kis pörgetés volt. És még itt van a Peugeot is, ami 200 ezeres kocsi. Aztán volt itt még a Porsche-ból is valami, amit kaptunk. Méghozzá ez a Carrera RS, 200 ezeres kocsi. Hát nem valami nagyon erős, de szerintem igazán szép darab. Hát srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a hosszú videót, mert az biztos, hogy hosszú volt. Hát így 50 ezer feliratkozóra kipörgettem. Elég sok wheelspint, az biztos. Látjátok, hogy mit kaptunk, hogy kb. Milyen esélyek vannak arra, hogy jó autókat kapjál. Szóval ja, ebből mindenki levonthatja a következtetést. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek támogatni a videózásba, akkor ott van lent a leírásban a Patreon linkem. Nagyon szépen köszönöm. És ja, legyetek jók, a következő videóban meg találkozunk, és nyomjuk ezerrel, mint az állat. Na, sziasztok! Ja, kövessetek be Instagramon, dinwolf18 a nevem. Na, csá-csá!